Már a negyedik kötetét tartja kezében Papp Csilla. Az írónővel egy belvárosi kávézóban beszélgetem most megjelent Hamar című regényéről. Ebben a könyvben is beleülhet az olvasó mind a férfi, mind a női főszereplő székébe. Két megtört lélek találkozik tulajdonképpen. Mind a kettő szereplővel már találkozhattak az olvasóim, mert hogy az egyik őjük a Dénes, ő az első-második részből a fiútársaság tagja, aki egyedül maradt két házassággal a háta mögött. A másik mellékszereplő pedig a Szerelem újraírva könyvből a Dalma, és hát ő kapott most főszerepet, és ő is egyedül maradt két gyerekkel. A történet, bár most is romantikus, az alapsztori nagyon bonyolult. Fordulatokban és érzelmekben gazdag, nem csak a szereplők, hanem az olvasó számára is. Az a sors, ami azért nem az a lányregénybe illő cukormázas történet, hanem azért itt komoly terheket cipelnek ezek a karakterek, és hát itt az anyaság, a párkeresés, egyáltalán a lehetősége, hogy viszonylag hamar szerelembe essen a nő. Tehát ezek ilyen mindennapos dolgok a mai társadalomban, illetve hát a fájdalommal teli elvállások után vajon mennyire tudunk bízni. Az alaptörténet két sors összefonódása. Papp Csilla írás közben hagyja, hogy karakterei önálló életet éljenek. Saját maguk formálódnak, így halad előre a történet. A mostani sztoriban az elengedés és az újrakezdés kapta a főszerepet. Azt a nehézséget boncolgatom, amikor a férfi és a nő nem egyszerre tartanak ugyanott. Amikor az egyikőjük előrébb tart, és egy ilyen nehéz élethelyzetből már kifelé jön, a másik meg még nyakig benne van. Tehát, hogy sokszor így elmennek egymás mellett bizonyos párok, akiknek lehetősége lenne az életben mondjuk egymásra találni, de mondjuk nem ugyanabban az élethelyzetben vannak. Talán ennek a regénynek most ez a fő üzenete, hogy ezt vegyük észre, hogy a másik hol tart, hogy ne csak saját magunkkal, hanem másikra is figyeljünk. A történet olyan kérdéseket boncolgat, melyek szembe jönnek velünk a mindennapokban, a mindennapjainkban. Az írónő úgy fogalmazott, igazán életszagúra sikeredett a regény. Nagyon sokaknak vannak hasonló problémáik, és hogy ez így varázsütésre nem oldódik meg, és hogy sajnos a regényhősöknél is ugyanígy van, és hogy ne zavarjon bennünket, hogyha esetleg nem megy könnyen az elengedés, nem megy könnyen az újrakezdés, nem megy könnyen a szerelembeesés, mert hogy mások is ugyanezekkel a problémákkal küzdenek, és hogy mindig figyeljünk magunkra, hogy nekünk mi a legjobb, és a saját ütemünkben haladjunk. A történet komolysága mellett mégsem hiányozhat a humor, ahogyan az életből sem. Most is szórakoztató helyzetkomikumokkal és elgondolkodtató szituációkkal egyaránt találkozhat az, aki leveszi a polcról Papp Csilla Hamar című regényét.